A megváltó édesanyja Mária mennybe menetelére emlékezett az egyház közösség. A hagyomány szerint a megváltó édesanyja a földi létből testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutott. Spányi Antal megyéspüspök Szent VI. Pál pápa imájával kezdte gondolatait ünnepi miséjében. A történelmünket nézzük, nálunk jobban senki nem érteti meg, hogyan lesz Mária a reménység jele egy ember számára, egy nemzet számára, a hitben élő emberek számára. Nagy boldogasszony napján arra emlékezik a hívő közösség, amikor Jézus Krisztus édesanyja halála után föltámasztotta őt és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Mária reménytelen. Képes az ember Isten kegyelmében élni azt az életet, hogy őt felé vezet, mert a Krisztust követjük, Krisztus a atyai ház felé megy, és ennek a házatájtaját tárgyunk jelölt. Mi is eljutottunk oda, hova Mária eljutott. Nem a magunk erejéből és a magunk jóságából, hanem Isten kegyelméből és az egyháznak a szentségéből. Nagy boldogasszony napja a legrégibb Mária ünnepünk. Szent István 1038-ban ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába.